A mostanában oly népszerű Google Classroom szolgáltatással kapcsolatban számos kérdés fogalmazódott meg az elmúlt napokban, az oktatók, pedagógusok részéről, és ebből talán az egyik legérdekesebb az volt, hogy hogyan tudják kezelni ezt a hatalmas mennyiségű adatot, ami rájuk szakad nap mint nap, hiszen ne felejtsük el, a Google Classroom egy Google Drive-ra épülő szolgáltatás, és hát minden olyan feladat, amit lefényképezve küldünk vissza a tanároknak, ez biztos, hogy a tanár Google Drive-ját fogja valahogy terhelni, kivéve nyilván akkor, hogyha egy Suite-os megoldást áll mögötte, de hát a legtöbb iskolában nem volt idő a G Suite felépítésére. Így a legtöbb tanár ezt úgy oldotta meg, hogy saját maga épített fel egy osztályt, saját maga állította be a tantárgyakat, saját maga fogadja a saját Google Drive-jára az összes beérkező fényképet. És hogyha végig gondoljuk mondjuk egy 30 fős osztálynál, hogyha egy feladatra 30 gyerek egy-egy megabájtnyi fényképet küld be válaszként, akkor az bizony 30 megabájt, nagyon hamar túl tudjuk lépni azt a 15 gigabájtos limitet, ami egy ingyenes, saját, személyes Google Drive-nál rendelkezésre áll. Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, és a lehető legkevésbé terheljük mind a tanár, mind pedig a diákoknak a Google Drive megoldását, lehetőségünk áll arra, hogy úgynevezett URL-eket, hivatkozásokat, linkeket szúrjunk be, és ezeken keresztül osztjuk meg, hosszuk meg az információt a tanár és a diák között. Hogyan lehet ezt megtenni? A képernyőn látható, hogy fölépítettem egy olyan Google Classroomot, ahol feladatok vannak kiadva, és itt egészen pontosan Kinizsi Pállal kapcsolatos feladatot szeretnék kapni a hallgatótól, ez itt éppen a tanári nézet. A feladat az az, hogy töltsd ki a tankönyvben a feladatot, és ezt töltsed fel, osszad meg a tanárral. A Megtörtént a, a feltöltés, illetve megtörtént a fénykép, nem megyek bele a részletekbe, hogy hogyan tudja mondjuk egy diák a saját okostelefonjáról vagy tabletjéről feltölteni a saját Google fotóba a fényképet, hiszen ez egy másik videót érdemelne, tételezzük fel, hogy ez a feltöltés megtörtént. Miért hasznos ez egyébként? Azért, mert a Google fotók, hogyha amennyiben nem a teljes felbontást, hanem egy Google által optimálisnak gondolt felbontást használunk a kép feltöltéséhez, szintén nem számít bele a Google Drive megosztásába, tehát, amennyiben a gyermek tabletjéről vagy fényképezőgépéről fölkerült valahogy a Google Fotók közé az a fénykép, ami ezt az oldalt ábrázolja, akkor a számítógépen mondjuk a e, photos.google.com weboldalt megnyitva, és például e, mappákban rendezve ezeket a képeket, meg is láthatjuk a lefényképezett válaszadásokat, és itt látható az a fénykép, amit én szeretnék megosztani a tanárral. Hogyan tudom ezt url linken keresztül megosztani? Hogyha ráállok a fényképre, és bejelölöm azt, hogy ezt szeretném megosztani, akkor megjelenik a jobb felső sarokban ez a kis háromszöget ábrázoló a megosztás. Erre kattintva egy Create Link, illetve a hivatkozás létrehozása gombra kattintva létrejön egy olyan hivatkozás, amit hogyha a vágó Lapra teszek, akkor ezt utána meg tudom oldani. A diáknál a feladatra kattintva rá lehet látni, hogy meg kell osztanom a saját feladat megoldását, hogyan tudom ezt megtenni. Alapvetően úgy, hogy a hozzáadás vagy létrehozás gombra kattintva, a link gombra kattintva bemásolom az így létrehozott megosztást, hozzáadom a linket. Majd utána, miután ez a megosztás megtörtént, késznek jelenlem a feladatot, leadom. Mi történik ezután a tanári nézetben? A tanári nézetben egy frissítésre nyomva láthatom azt, hogy a feladatoknál, eh, itt a beadva menüpontnál megjelent egy új feladat, a gyermek leadta a feladatot, hogyha rákattintok, akkor alapvetően azt láthatom, hogy gyakorlatilag megjelenik a Videó, még meg lehet, megjelenik a fénykép, és itt meg tudom nézni a beadott választ, de valahogy értékelnem is kell azt, hogy ez jó vagy nem jó. Ezt úgy tudom megtenni, hogyha a gyermek nevére kattintok, akkor utána megjelenik a minden tanár által ismert felület, ahol egyrészt a privát megjegyzés hozzáadásával tudom értékelni magát a feladatot, illetve pontszámot tudok hozzárendelni az adott feladathoz, így is tudom értékelni magát a feladatot. Miért jó ez? Mert így ugye nem fizikailag a fáj került feltöltésre és megosztásra a tanárral, azaz nem foglalja a tanár Google drive a helyét, hanem csak egy hivatkozás, egy olyan Fájra, ami a diák Google fotói között helyezkedett el, ami szintén nem foglal helyet, hiszen amennyiben ez az automatikus feltöltéssel történt, akkor a diák oldaláról sem fogja a Google Drive-ot megterhelni. Azaz megoldottuk a Google Classroom egyik legégető problémáját, a gyorsan betelő helyek, illetve tárhelyeknek a problémáját, és gond nélkül lehet használni a továbbiakban ezt a megoldást.